Budapesten vette át az elismerő oklevelet Párkányiné Csurka Edina, a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára, valamint Benkő Zoltán, a tiszalöki Hot & Cold Term ügyvezetője. Most már a nyíregyházi székhelyen van a díj. A kamara régóta együttműködésben áll az épületgépészettel foglalkozó tiszalöki céggel, amely szakképzési központként is üzemel, több száz fiatal gyakorlati képzését segítve. A fővárosban tartott szakképzési díjátadón ezt a közös munkát értékelte a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. Három kategória, motiváció, kooperáció és innováció kategóriákban hirdették meg a pályázatot. Mi a kooperáció részben indultunk a HC Tiszalöki Hot & Cold Term Kft.-vel közösen. Tulajdonképpen a pályaorientáció volt a mi közös programunk. Egy pályaorientációs napot tartottunk tavaly májusban a tiszalöki cégnél, ahol nagyon sok pályaválasztás előtt álló fiatal a céges körülmények között, üzemi körülmények között ismerhette meg a szakmatanulásnak a rejtélyeit, illetve a szépségét. Nagyon jó partner volt ebben a HCT, mert tényleg széles körű a képzési kínálatuk, és 21. századi körülmények között tudnak itt a diákok részt venni ebben, tehát nagyon modern eszközökkel és feltételek között. A kamara főtitkára elmondta, a régió munkaerő hiánnyal küzd számos ágazatban. Különösen a fizikai munkát igénylő szakmák azok, amelyben nincs elegendő utánpótlás. Éppen ezért szeretnék folytatni, sőt kiszélesíteni a díjat érdemlő pályaorientációs munkát, bevonva akár más vármegyei cégeket is. Ez egy nagy feladata a kamarának, hogy ebben valamilyen áttörést, tehát ezt próbáljuk lassítani, ezt a szakember hiányt. Ennek érdekében ugye a pályaorientációs tevékenységünk az elég széles körű. Tulajdonképpen az lenne a célunk, hogy, mert sokan azért nem választják a szakmatanulást, mert egyrészt információhiányuk van, illetve tévhitek vannak a szakmatanulással kapcsolatban. És ugye az lenne a célunk, hogy a vármegye képzési kínálatát, a munkalehetőségeket minél szélesebb körben megismertessük a pályaválasztás előtt állókkal, és ezáltal ezeket a fizikai, gyakorlatigényes szakmákat népszerűsítsük, vonzerejüket növeljük. Párkányiné Csurka Edina hozzátette, a vállalkozások számára már a több foglalkoztatás növelő támogatás is elérhető. A kamara célja, hogy ezek a pályázati lehetőségek minél több céghez eljussanak. Ennek érdekében több népszerűsítő rendezvényt is szervez az intézmény a közeljövőben.